Jó estét újra önöknek, így a híradó után, hogyha most kapcsolódnak be a műsorba, és köszöntöm kollégáimat és vendégünket, Kolozs Lajost. Jó estét kívánok, az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának szocialista elnöke. Még mielőtt belekezdenénk a költségvetési ügyekbe, hadd kérdezzek valami egészen más, vagy hadd vessek fel valami egészen mást. Mert a Jobbik is felvette a fonalat, és megújulva a régi cigányozást elővették ismét, nem tudom, találkozott-e ezzel a parlamentben. És nekem erről az jutott eszembe, hogy miközben a jobbikos politikusok ismét tiszta erőből cigányoznak, az MSZP több politikus, a Mesterházi Attila, vagy éppen a választmányi elnök Kunhalmi Ágnes, arról beszél, hogy a Jobbikkal igenis össze kell fogni. Ennek vajon milyen politikai üzenete van? Mit gondol ön erről? Nézze, én ezeket a jobbikus fiúkat meglehetősen régóta ismerem. A vezetőik egriek. Hát illetve az egyik igen. Szinte még annak idején, a rendszerváltás éveiben. Én azt gondolom, hogy itt nem lehet tőlük csodát várni. Én nem is tudom, hogy az Ander Balázs például, aki itt élen járt ebben a bizonyos megbélyegzésekben, hogy például a Szociális Bizottságból, Népjóléti Bizottságból miért hívták vissza. Mert ő eredetileg oda került delegálásra a Jobbiktól. Én azt gondolom, hogy nincs új a nap alatt. Nem lehet ezen csodálkozni. Ők most szerintem most vergődnek abban a kihívás, vagy arra kihívásra próbálnak valamilyen választ találni, hogy bejött-e nekik ez a néppártosodás? Vagy leválasztják magukról az úgynevezett radikális szárnyat, és azok csinálnak egy másik pártot? De én azt gondolom, hogy mind a két út nekik zsákutca. Mert a jobboldali, szélső jobboldali politikát, azt elvitte a Fidesz az elmúlt években. Én itt a régebbi műsorban is mondtam, szerintem két szélső jobboldali párt van Magyarországon, a Jobbik és a Fidesz. Ugye lesz három. És most már lesz három, hogyha a Torockai úr hát, is. Ha elfogadjuk, hogy a Fidesz szélső jobboldali párt. Felelőssége a fontos. Tehát ön most azt mondja, hogy a Jobbik milyen helyzetben van, az egy dolog, hogy ön erről mit gondol. De az a fontos kérdés, hogyha ameddig mondjuk elhittük, hogy valódi létező folyamat a néppártosodás a Jobbiknál, és addig volt valamilyen fajta nyitás az MSZP felül a Jobbik felé, az mondjuk talán érthető. De ha úgy tűnik, hogy egyre inkább visszajönnek ezek a szélső jobboldali hangok, akkor mennyire engedheti meg magának ezt az MSZP? Egyáltalán nem csak az MSZP, egyetlen egy demokratikus párt sem. Én értem én azt a választási matematikát, hogy egy ilyen kialakult helyzetben technikailag hogyan lehet legyőzni a Fideszt. Hogyha ez zsákutca, az a technika, akkor keresni kell másikat. Én azt is gondolom, hogy a demokratikus pártoknak, én régebben ezt alkotmányos pártoknak is hívtam, az alkotmányos ellenzéknek hívtam, ki kell alakítani azt az együttműködési technikát, amely a politizálás szinterét kihozza a parlamentből. Azt hiszem, egyszer önnel is beszélgettünk hosszan erről. Én ezt gondolom. Én a kötelező penzumon kívül a parlamentben az égvilágon semmi más nem csinálnék. Tehát ez a muszáj napirend előtt itt mondani, egy ember bemegy, elmondja a véleményüket, mert kapott valamennyi nyilvánosságot. Nincs több értelme, mint a jegyzőkönyvnek jelezni, hogy mit gondolnak? Nincs. Higgyék el, hogyha valaki már, ugye én meglehetősen fiatal ember voltam, amikor először parlamenti képviselő lettem, a hatodik ciklusomat húzom. Én futószalagon vagyok képes gyártani interpellációkat. Ebben a struktúrában az a helyzet, hogy amikor demokrácia van egy országban, akkor van az ellenzéki szerepnek nem csak legitimitása, hanem kell követelni az ellenzéki magatartást és cselekvéseket a parlamentben. Egy ilyen, nem is tudom milyen rendszernek nevezhető, én egy kicsit fasisztoid rendszernek hívom, én nagyon radikálisan fogalmazok. Ebből a szempontból nem egyszerűbb azt mondani, hogy kétharmad? Nem, hát szó nincs arról. A kétharmad az nem az a társadalmi támogatottságot jelenti, de a parlamenti működés viszont meghatározza. Igen, behatárolja az ellenzéknek a kikerült az alapkérdést, Korozsó. Amiről most beszél, hogy mennyire értelmetlen a parlamenti munka, az a választási eredményből következik, ami ugye nem független az a teljesítményétől. Azt akarom mondani, hogy ennek a parlamenti munkának egy másik parlamenti munkát lehet csinálni. Csinálni kell egy alternatív parlamentet a demokratikus ellenzéknek. Hogy ez az alternatív parlament, vagy legyen, nevezzük ellenzéki kerekasztalnak, itt van ez a költségvetésnek az ügye.
Ez azért a jövő év végéig meghatározza az országnak a irányát, sorsát, súlypontjait, értékrendjét. Tehát sokkal nagyobb ennek a hatása, mint ami így elsőre látszik, hogy ott néhány képviselő odabent elmondja maga véleményét, hogy erről nincs, nem ide kéne helyezni a fókuszt. Begyújthatunk bármennyi módosító indítványt hozzá, a kétharmadból adódóan mindegyiket le fogják szavazni. Én azt gondolom, hogy olyan kezdeményezésekkel kéne élni a demokratikus pártoknak, ahol egyeztetik a saját álláspontjukat, a saját értékrendjük alapján tesznek alternatív javaslatot arra nézvést, hogy nézzétek, ahogy a Fidesz csinálja, így néz ki ez az ország. Most már jobban hasonlít a 30-as évek Olaszországára, vagy a Erdogán féle Törökországra, mint egy európai civilizált 21. századi polgári demokráciára. És mi pedig be fogjuk mutatni, mondjuk azt, hogy milyen lesz az az ország, amit mi akarunk csinálni, bocsánat. És ebben az országban az egyes ember hogyan fog élni. Bocsánat. Mi elkövettünk egy nagy hibát, bocsánat. Sikerülni. Nem, ez elég nagy évű hozzászólás, csak egyetlen egy dolgot szeretnék kérdezni. Egy Jobbikkal vagy nélküle? Kettő, meglehetősen sokat hallottuk 2018-as választást megelőzően, és a 2014-es választást megelőzően, hogy valami fajta tömbösítést kéne végrehajtani az úgynevezett alkotmányos vagy ellenzéki oldalon, ahhoz, hogy alternatívát kínáljanak a Fidesz szemben. Tehát először most is Jobbikkal vagy nélküle, erre mondjon valamit. Egyébként pedig az, amiről most beszél, és meglehetősen sokan beszélnek erről, de sosem alakul át semmiféle ajánlattá, nincs mögötte egy vezér, nincs mögötte egy többség, nincs mögötte egy tüntető többség. Múlt szerdán elfogadták a stopsorost úgy, hogy gyakorlatilag pisztenés sem lehetett hallani a parlamentben. Az ellenzéknek el kellett volna végeznie azt a munkát, amelyet nem végzett el. Egy ilyen bénakacsa állapot van, és mindenki elmondja, hogy na most aztán már tényleg meg kéne teremteni a szükséges együttműködés feltételeit. Tehát ez most egy kikristályosodott álláspont, az ön álláspontja, van e mögött valami erő, és hogyha az ellenzéki szavazók nézik a televíziót, akkor tudják azt mondani, hogy na végre, akkor most elindulhat valami a baloldal. Én azt gondolom, hogy a Jobbik nélkül, pont, kész. A demokratikus ellenzéknek kőkeményen el kell indulni azon az úton, hogy egyfajta kikristályosodás legyen a közös politikában. Én nem szeretném, hogyha ez egyszínű lenne. Én nem szeretném. De hogy az ország is sokszínű, és sokféle értéknek itt meg kell jeleníteni, meg kell, hogy jelenítsük. Én nem azt vitatom el az ellenzéki pártoktól, de most inkább a demokratikus pártokról beszélek, hogy mindig azzal kezdik a mondókájukat, nem nevesítem őket, főleg akik újabban alakultak, hogy az ő identitásuk nem teszi lehetővé egyelőre a szorosabb együttműködést mondjuk a régiekkel. Tehát a Gyurcsánnyal, a DK-val, az MSZ-vel, stb. A szorosabb együttműködés. Együttműködés van most is a 8. kerületben. Példamutató, ahogy az időközi választásra készül a csapat, és ugyanez lesz a helyzet a 15. kerületben. De azt igenis gondolom, hogy ebben a helyzetben nekünk a sokszínűség mellett egy identitásképzőnek lenni kell, és ez felülír mindent. Orbánt le kell váltani. Jó, de van erre, bocsánat, csak ezt már nagyon sokszor tisztelni. A politikai mondanivalónak, tartalomnak ez elég, ez eddig sem volt elég. Ez a mondat, ez megvolt 14-ben és 18-ban. Sőt, tovább megyek, azt is mondták. Nem politikai mondásra mondtam, identitásképző. Orbán rendszerét le kell bontani. Ez az alapállás. És onnantól kezdve, én most például azért hozom a példát, mert az Orbán most tárcán kínálja a lehetőséget, és én fogok is élni a saját pártomban, meg még a Párbeszédnél ezzel a javaslattal. Azt mondja, hogy egy másfél éves alkotmányozási folyamatra kell felkészülni, és nagy formátumú alkotmányokhoz értő embereket delegálnak ide ebbe a testületbe. Ez lehetne egy olyan apropó, ahol a demokratikus ellenzék mondjuk a jövő, mondjuk a negyedik köztársaság új alkotmányáról elmondja először is azokat az értékeket, amelyeket egy alkotmányban meg kell fogalmazni, elmondja azokat a jogosítványokat, amelyet egy állampolgárnak az alkotmányban deklarálni kell, és elmondja azokat a kötelezettségeket, amelyet egy államnak egy modern demokráciában a saját polgáraival szemben biztosítania kell. Ez egy jó apropó lenne arra az alternatív parlamentre,
amelyet a külső helyszínen, nem is a parlament épületében, egy külső helyszínen, akár az országot járva, olyan civil embereket, tudósokat bevonva, akik aktív pártpolitikát nem folytatnak, a Majtényi Lászlótól kezdve a Valki Lászlón keresztül, akik biztos, hogy segítenének nekünk ebben a munkában, ennek a feltételét meg kell keresztül. És már rég nem beszélünk a kafetériáról, meg a tegnapi sajtótájékoztatóról. Is tudunk egyszerre kérdezni, igen. Jó? Csak akkor adjon mindenkinek. Hogy az, amit most vázolt, az tényleg őszintén olyan átütő erejűnek gondolja, ami el tud jutni az emberekhez? Tehát egy alternatív parlament, szakértőkkel, tudósokkal, majd jól megvitatják, körülbelül lesznek 30-an teremben. Csatlakozom Üthöz azzal, miért hogy itt volt ennek? Közös országunk. Ön szerint mit kéne csinálni? Nem nekem kell tudni. De hogyha segítsenek már benne. Segítsenek benne. Látszik, hogy én gyámoltalan politikus vagyok. Nem találom, meg azt mondják, ugye. András segít. Én szívesen segítem, szívesen segítek. Gond esetén forduljanak Andráshoz. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én szívesen segítek, ugye itt volt közös országmozgalom, meg különböző körzetekben álljanak össze a civilek és az ellenzéki. Tehát ezek 2018 előtt létező topikok voltak. Emlékszem, hogy nagyjából hetente voltak különféle helyszíneken, nem is kerekasztal beszélgetések, de egy ilyen szép, ilyen kiállós, púpitusos beszélgetések, ahol az ellenzéki erők mondták el, hogy most már aztán Orbán Viktort le kell váltani, és most ennek milyen módozatai vannak, és a civileket le kell hívni, és a nem tudom kiket meg kell csinálni, tehát ezeket, ne haragudjon, ezeket én már unásig hallottam, ezeket a történeteket. Azt nem látom, hogy ennek, főleg április 8-a után, amikor már az összes ellenzéki párt azt mondja, hogy tényleg ez mondja, harmadik, kétharmad ennél tovább már nem lehet. Nem látom azokat a lépéseket április 8-a óta, amely lépések abba az irányba mutatnának, hogy jó napot kívánok, itt egy ernyőszervezet, ahol elférnek a civilek, elférnek a baloldali pártok, elfér még nem tudom én kicsoda, amiről ön is beszélt, hogy sokszínűen, és azt valami fajta módon egy masszává, egy ajánlattá bármivel nyúli, már én is unom magamat, amikor ezt mondom. Tehát én értem, amit ön mond, de elkezdődtek-e már ezek a lépések, mert szerintem a választópolgárokat is leginkább ez érdekli. Nem kezdődtek. Nekem van egy rémálmom. Tehát azt látom, hogy 2022-ben lehet, hogy mondjuk pont ugyanebben a körben, itt ülünk majd, és ugyanerről fogunk beszélni. Erre ébre? Nem hiszem. De én még visszatérnék egy mondat elég. Nem kellene az MSZP-n belül rendet rakni a Jobbikkal való viszonyuk tekintetében? Ön ugye azt mondja, hogy kizárt dolog. Kunhalmi Ágnes azt mondja, hogy mindenféleképpen. Mesterházy azt mondja, hogy mindenféleképpen. Hiller István azt mondja, hogy kizárt dolog. Tehát mintha ez két különböző párt lenne, mondjuk a Jobbikkal kapcsolatos véleményüket tekintve. Ha egy párt karaktert akar építeni, akkor először is én azt gondolom, hogy a saját maga értékeit demonstrálja. Én szocialista vagyok. A pártom is az. Én a közösség pártján állok. Büszke szocialista vagyok. Az egyenlőség pártján állok. Az igazságosság pártján állok. Akik kirekesztésről beszélnek, az nem fér össze az én értékrendemmel, mert én szociális demokráciát szeretnék Magyarországon. Akár az alkotmányban is megjeleníteni. Deklaráltan. Azért tartom ezt borzasztóan fontosnak, mert akkor, ha az államnak a kötelességeit az állam maga nem teljesíti, akkor az alkotmány erejénél fogva, mert hogy az alkotmánynak az állampolgárait kell, hogy védje, ne az államot, mint most, mert most az államot védi az alaptörvény, akkor azt nem teljesíti az állam, akkor az alkotmány erejénél fogva az állammal szemben ez kikényszeríthető legyen. Szociális polgáriságnak hívja ezt Marshall a múlt századi tanulmányában is. Polányi. Mindenki hozta ki ezt a véleményét? Én azt mondtam, hogy én ezt így gondolom. Én most a párt vezetésében nem veszek részt. De nem is beszélik ki ezeket a kérdéseket párton belül, mert ezek olyan alapvető kérdések, amiket muszáj tisztázni. Igen, muszáj. Jó, szerintem ezzel most megkaptuk a választ. A költségvetés ügyében hívtuk alapvetően, csak nem álltam meg, hogy ezt ne kérdezzem meg. Azt mondja a közleményében, hogy ez a költségvetés, amit Varga Mihály beterjesztett a parlamentnek, ez sokkal keményebb megszorításokat tartalmaz, mint a bokros csomag. Ja. Ami meglepő, mert például az MSZP a bokros csomagra mindvégig büszke 1995 óta, ha jól tudom. Azt, hogy ott növekedési pályára és fenntartható pályára tette a magyar gazdaságot, arra büszkék is vagyunk. Azt gondolom, hogy 1997-re Magyarország ráfordult arra a pályára, amelyből 4 éven keresztül eszméletlen jól politizált Orbán Viktor. A másik dolog, amit szeretnék mondani, hogy én megnéztem a társadalom
politikai aspektusait a Bokros féle intézkedésnek, ahol a vagyoni helyzethez kötötte volna a családi pótlék folyósítását, stb. Vagy a tandíj mértékének a bevezetése a költségvetési megszorításokba, az egy olyan 43-44 milliárd forintos akkori folyóáron, mondom természetesen, megszorítás volt a társadalompolitikai célokból vett vissza, amit előtte még a Hor kormány megfogalmazott. Ez, ha csak a kafetéria részét nézzük, ha csak azt nézzük, hogy a családi pótlék 9. éve egy huncut fillérrel nem növekedett, az anyasági támogatás egy fillérrel nem növekedett, bár a költségvetésben egy magasabb összeg van beállítva, mint az előző évben, de ez abból adódik, hogy a határon túli magyarok számára is, ahol született magyar származású gyerek érvényesíteni lehet, akár egy Erdélyben élő kismama is érvényesítheti, és Magyarországon kap anyasági támogatást, csak ebből ered a magasabb összegű beállítása, akkor bizony azt kell, hogy állítsam, hogy kérem szépen a legtöbb intézkedésnél csökkenő összegek szerepelnek, illetve az infláció gyakorlatilag, ahol nominálisan megegyezik is, meg fogja enni egy jelentős részét, és ez nagyságrendekkel több, mint ez a 43-44 milliárd forintos. Hát összegszerűségében, igen, bár elég szájú. Visszahasonlítani, nyilván nem lehet 95-öt mostannan. Tehát ha a nominális értéket nézzük, az egy nem... Azért lehet, tehát azért van erre matematikai tudásunk, hogy összehasonlítsuk. Hadd kérdezek valamit, ugye holnap kezdődik a vita a költségvetésről. Igen. Én ránézve a költségvetésre azt látom, hogy rendvédelmi kiadásokra meglehetősen sokat fordítanak, de egyébként nincs strukturálisan olyan terület ebben a büdzsében, amelyre igazán ráfeküdne a kormány. Nyilván ez a sport, kulturális, szórakoztató, vallás és egyéb tevékenységek, szolgáltató tevékenységek, ezeknek a számai szépen megemelkedtek, de nem látok az oktatásnál, nem látok az egészségügynél növekedést, bár az egészségügynél egy ilyen plusz 100 milliárdos tételt látok, de hogyha azt nézem, hogy a kórházak mennyire termelik újra az adósságot minden évben, tehát ilyen ősztelenten adjával ilyen 40 milliárddal kell kipotolni mindig a büdzsét, akkor ez sem... Volt, amikor igen, 60-64. De most legutóbb azt hiszem 45 volt. Én azt látom ezen a költségvetésen, hogy miközben nagyon megvédjük az országot, ide-oda tologatjuk a pénzeket, de igazából strukturálisan nincsen benne semmi, tökéletesen szét lehetne szedni. Ugyanakkor nem látom azt, vagy legalábbis majd nyilván elmondja, hogy így van-e vagy sem, azt, hogy holnap mi történik majd ellenzéki oldalról, vagy szocialista oldalról ennek a költségvetésnek a vitájáról, vagy vitájának a kapcsán, illetve hogyha azok az interpellációk és egyebek nem hoznak eredményt, akkor parlamenten kívül meg tudnak-e fogalmazni ezzel kapcsolatban bármit. Ezt azért is kérdezem, mert például itt volt a mániám a Stop Soros, amelyet így feltett kézzel hátradőlve nézett az ellenzék, ami szerintem egy súlyos hiba volt. Miért voltak ennyire csendben egyébként? Nem voltunk mi csendben, én teljesen... Szóval mi történik a büdzsénél holnap, és holnap után, és a vita során? Elmondják a parlamentben, hogy ez nem jó, meg ezt kéne csinálni, meg azt kéne csinálni, de mi fog történni egyébként? Szépen megszavazzák majd nyilván a költségvetést. A kétharmad. Tehát az lesz az ember érzés, hogy bemennek, kiabálnak egyet, elfogadják a költségvetést, nyomlapot kívánok. Hát elhibáztam én, hogy bejöttem most erre a beszélgetésre, mert mintha én lennék a pártelnök, úgy kér, mindegy. De én ezt vállalom, meg egyébként élvezem is. Azt gondolom, hogy a képviselő, aki egy frakcióban ül, valamiféle azonosságot kell, hogy vállaljon a pártjának vezetésére. Hát ha itt kikupálnak, akkor még lehet, hogy kandidálok is valamire, úgyhogy... Azt akartam csak mondani az elejénél, hogy látni kell azt a tendenciát, hogy mit építenek az Orbánék, mert ezzel is politikát, nem csak hogy politikát csinálnak, értékválasztásról is szó van. Tehát én azt látom, hogy a 8 éves kormányzások ideje alatt a jóléti kiadások jelentősen csökkentek. Több mint 20%-kal, vagy közel 20%-kal csökkentek a jóléti kiadások. Ebbe benne a nyugdíj, egészségügy, szociális juttatásokig minden. Tehát ami a jóléti fejezetről van szó. A másik az állam saját magára egyre többet költ. És hogyha ezen belül megnézzük azokat a fejezeti kezelésű forrásokat, amelyekkel... a értékeket közvetít, akkor ebből világosan látszik az, hogy kizárólag a felső középosztálytól fölfelé csoportosít jövedelmeket és kedvezményeket, legyen ez adópolitikában, vagy akár direkt támogatásokban, és mindenki másnak vagy stagnál, vagy romlik a helyzete. De ez eddigi elmúlt években is ugyanez volt. De hangsúlyozom, ez értéket is közvetít.
amikor látunk egy-egy ilyen fejezeti kezelésű pénzt, hogy csak az egészségügyet, hogyha említette, ugye megjelenik egy 120 milliárdos forint, de kérem szépen itt 700 milliárdot kivontak 8 év alatt. 700 milliárdot. Komáromi Zoltán valamelyik nap említette itt műsorban, egy reggeli műsorban, hogy legalább 600 milliárd visszapótlásáról kéne beszélni. De akkor még csak azon a szinten van, ahol belépett a 2010-es Orbán. Varga Mihály erre tegnap azt mondta, hogy nincs az a pénz, ami nem lenne, ami nem kevés, egyfelől, másrészt, hogy nem szórnák el a pénzt eszetlenül. Én is azt gondolom, amelyet Murányi úr utalt rá. Nincs az a szám, amelyikre ne lehetne egy nagyobbat írni. De ennek nem látom az égvilágon semmi értelmét. De annak látom értelmét, hogy azt mondja, hogy kérem szépen, ilyen sok pénzt fordítanak a kultúrára. Hát azért fordítanak rá, nem a kultúrára fordítanak, mert a közkultúrára nemhogy többet, hanem borzasztóan keveset. A művelődésre borzasztóan keveset. Az egyházakra, amely ott jelenik meg ezen a rovaton, a kulturális tevékenységben... Bocsánat, szórakoztató kulturális sokat. Vallási tevékenységek. Úgy van, hogy vallási tevékenységek, irdatlan sokat. Az saját magukhoz képest is irdatlan sokat. Ez következésképpen megemeli ezt a költségvetési tételt. De az nem azt jelenti, hogy a falusi kultúrházaknak, művelődési házaknak, könyvtáraknak, és még sorolhatnám önművelő köröknek és amatőr színjátszó csoportoknak több lenne, vagy akár egy néptáncos képviselő, csoportnak. Nagyon nem. Megy az időnk, annyira, hogy elment gyakorlatilag. És viszont, a kafetériáról én miért nem beszéltünk. Arra a fontos kérdésre, amit Murányi kollégám feltett, nem válaszolt. Azon túlmenőleg, hogy ezt elmondják én nyilván holnap. Ugye? Hát azért vettem föl. Tehát azon túl, hogy ezt elmondják holnap. Van erejük, eszközük, ötletük, hogy mit lehet még tenni? Azért mondtam azt, hogy kéne egy alternatív parlamentet csinálni, vagy egy olyan ellenzéki kerekasztalt, amelyel lehetne menni. De ott is csak azt tudnak elmondani, hogy ez nem jó. De akkor van lehetőséged csoptól kezdve letenyéig bemutatni, hogy milyen lenne az a másik Magyarország, amelyik nem az Orbán Viktor Magyarországa. És van ereje az ellenzéknek csoptól letenyéig ezt végigcsinálni? Meg kell csinálni. Hát ezt, de értem én azt is, hogy lehet azon, bocsánatot kérek, pestiesen szólva pampogni, hogy az Orbánnak van minden média a kezében, és nekünk már kevesebb az eszközünk, meg nem jutunk el. Ezt nem lehet úgy csinálni ilyen gluténmentes, laktózmentes, homeopátiás módon, vagy beleáll minden demokratikus pártnak a politikusa, a falusi aktivistától kezdve a vezető személyiség Karácsony Gergely, a Mesterházitól a Kunhalmi Ágig, mindenki beleáll ebbe, és megyünk az országon végig, és megnézzük azokat a lehetséges pozíciókat, amiket az ellenzék meg tudna szerezni. Matematikai módszerekkel tudom szociológusként bizonyítani, hogy Szolnokot meg lehetne a helyhatósági választásokon szerezni, Nyíregyházát meg lehetne szerezni, Miskolcot meg lehetne szerezni, Egert meg lehetne szerezni, miénk Salgótarján meg lehetne Dunaújváros szerezni, meg lehetne Tatabányát szerezni, össze kell rendezni a csapatainkat és a legjobbakat odaállítani, és onnan új köröket szervezve az Orbát képviselőről, akkor ez nem tűnik lehetetlennek, hogy aztán az ezek szerint nem önöm meg fogjuk csinálni. Köszönöm szépen, hogy eljött. Szép estét. Köszönöm kollégáimnak is, hogy itt voltak, és önöknek is köszönöm a figyelmet. Holnap este újra nekirugaszkodunk, ugyanígy 7 órakor egyenes beszél, viszontlátásra.